A Szekszárdon rendezett szilveszteri eseményen megtelt a főtér kilátogató szekszárdiakkal és környékbeliekkel. A közönséget Kindl Gábor diszkós és DJ szórakoztatta retro és modern zenékkel is. Úgy gondolom, hogy azokhoz hasonlít, amik évekkel ezelőtt voltak, úgy gondolom, hogy jól érzik magukat azok, akik eljöttek ide, és ahogy mondtam, tehát ez nem az én diszkom, amikor volt egy ilyen interjú is, hogy én nagyon örülök, hogy részese lehetek ennek a programnak, számomra is megtiszteltetés, hogy itt lehetek. A DJ nem sokkal éjfél előtt közösségi táncra invitálta a megjelenteket. Egy ismert dalt és az ahhoz kötődő közösségi médiában népszerű táncot adtak elő zumba oktatók segítségével. Az új évbe átlépve éjfélkor a résztvevők a szokásoknak megfelelően közösen énekelték el a himnuszt. Ezt követően reggelig folytatódott a jó hangulatú, önfelett ünneplés. Érezzük magunkat, nagyon színvonalas az egész este, abszolút. De a barátom nagyon sokat tud erről beszélni. Boldog új évet kívánok mindenkinek, nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk. Szilveszter estéjén gyakori az újévi fogadalomtétel, amelynek során az emberek megfogadják, hogy betartanak vagy elérnek bizonyos dolgokat a következő év során. Többen azonban csak azt szeretnék, hogy boldogok és egészségesek legyenek. Sokkal boldog legyen, és gördülékenyebb! Az ingyenes forradbor, pezsgő és tea mellett tűzijáték helyett ezúttal kivetített fényjátékkal készültek a szervezők a szilveszteri ünnepségre.